Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódtak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint láthatják, és ma az első témánk testnevelési helyzet, körkép Terézvárosban. Három kiváló testnevelő tanár a vendégem, akiket tisztelettel köszöntök. Kezdjük sorjában. Itt ül velem szemben Németné Márk Julianna, aki a Vörösmarty Általános Iskola testnevelés munkaközösség vezetője, teljesen természetesen testnevelő tanár. Az új munkaközösség vezetője Vajda Zsuzsanna, szeretettel köszöntelek téged is. Te az új munkaközösségi munkát fogod majd nekünk itt ismertetni, egyébként a Kölcsei Gimnázium testnevelő szakos tanára, és itt van velünk a régi munkaközösség vezető is, méghozzá Vári György, akivel nem először találkozunk itt a stúdióban, és hogy miért mondott le, és miért adta át a stafétabotot, mint munkaközösség vezető, és még csak a sportszervezéssel fog ezentúl foglalkozni, azt is megtudhatják mai beszélgetésünkből. Nos, megkezdődött, kedves kolléganők, kollégák, a 2015-2016-os tanév. Azt gondolom, hogy minden tanév kezdetén új reménységekkel állunk neki az évnek, hogy na majd most idén megmutatjuk. Legalábbis én úgy emlékszem annak idején az én időmből, körülnézünk, milyen gyerekeink vannak, milyen képességű gyermekekkel fogunk dolgozni, és milyen lehetőségek vannak a birtokunkban. Hiszen lehetőség hiányában lehetnek akár milyen jók a gyermekeink. Nos, kezdjük el ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy talán azért, Gyuri, mert eddig önnek volt a legnagyobb rálátása a Terézváros iskolában, ezen belül a verseny adta sport lehetőségeire. Hát az a helyzet, hogy nagyon változó a lehetőség. A Terézvárosban eléggé szűkek azok a lehetőségek, ahol sportolni lehetne. Elsősorban ugye az iskolai tornatermekre koncentrálódik ez a munka. Azon belül különböző méretű tornatermek, többnyire tornaszobák vannak, ez jelentősen befolyásolja is a lehetőségeket, a munkát is, bár a kollégák nagyon ötletesek, és mindig kitalálják azokat a megoldásokat, amiket a nehezített körülmények között is lehet végezni. Meg hát itt van a Városliget, ott van a műjégpálya, esetenként talán úszoda, ahova természetesen az időjárásnak megfelelően ki lehet vinni, vagy az iskola udvarra éppenséggel gyerekeket, vagy a lépcsőházban, vagy éppen az osztályteremben. Hát ez elég kellemetlen már gyereknek és felnőttnek is, de hát azzal főzünk, ami van. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére, tehát a nehéz körülmények ellenére nagyon jól sikerülnek az iskola év indításai, és az egész éves munka. Azt gondolom, hogy ha a Kölcseiről beszélünk, akkor egy speciális helyzetben vagyunk, hiszen talán nem biztos, hogy mindenki tudja, de vannak, akik tudják, hogy a Kölcsei azért egy sportgimnázium. Egy kiemelt intézmény olyan szempontjából, hogy a kiváló sportolóink ott kapnak lehetőséget arra, hogy akár magántanulóként a versenysportot a legmagasabb színvonalon végezhessék. Ezen belül, hogyha ezt nézem, akkor valóban annyira jó helyzetben van a Kölcsei, vagy teljesen külön lehet választani a középiskolai testnevelést és a versenysportot? Természetesen azért külön kell választanunk a versenysportot és az iskolai testnevelést, de azt hiszem, hogy 8 testnevelő tanár dolgozik jelenleg a Kölcsei Ferenc gimnáziumban. Nagyon-nagyon egyedülálló helyzetben vagytok ezzel. Igen, azt hiszem, ez egy nagyszerű lehetőség, és igyekszünk ezt kihasználni, és nem csak az élsportolóknak szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy versenylehetőséget biztosítunk nekik, hanem elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy a Kölcsei Ferenc gimnázium összes tanulója megszeresse a sportot, és az életformájává alakuljon a sport és a testnevelés, illetve a különböző sportágak minden területe. Hogy mint új munkaközösség vezető, hogyan folytatódik majd az évben a munkád, amely külön fogunk beszélgetni, de nézzük meg, mi a helyzet a Vörösmarty Általános Iskolába, amely azt gondolom, hogy nem egy speciális intézmény, nem egy kiemelkedő vagy kiemelt területű intézmény, viszont egy teljesen átlagos hétköznapi iskola, olyan, amely bármelyik lehet az országban. Mivel rendelkeztek, mivel gazdálkodtok? Igen, teljesen átlagosak vagyunk, sőt, mi azért inkább egy ilyen kisebb iskola. Hát mi a tornaszobákkal rendelkezünk, abból ugyan van 3, úgyhogy nem panaszkodhatunk, de egyik sem éri el a tornaterem kategóriát, és itt próbálunk meg mindenféle módszert és eszközt bevetni, hogy minél több
gyereket meg tudjunk mozgatni, és minél több lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek a mozgásra. Amint látják, Terézváros is egészen széles skálán mozog a lehetőségekben. Van olyan iskolánk, amelyben még úszási lehetőség is van, hiszen olyan az iskola, van olyan, ahol tornaterem sincsen, hanem tornaszobák vannak. Nos, ugye megvan az infrastruktúra, amiből egyáltalán gazdálkodni lehet. Mégis a legjobbat kell kihozni nektek, testnevelő tanároknak. A gyerekekből, hiszen a személyiség fejlődéséhez nagyon-nagyon szükséges a torna. És most folytatjuk a Vörös Martival. Hogyan sikerül a ottani munkaközösségeteket összekovácsolni, hogyan tudtok egyáltalán a napi testnevelési órákkal megbirkózni, hiszen kötelező. Na most három torna szobával, tornaterem nélkül azért nem egyszerű, hiába van ott a Városliget és a műjégpálya. Na szóval a tornaszoba azért nem szoba, annyira pici, nem igen. Annyira pici, de mondjuk a legnagyobb is 12x12 méteres, tehát nem egy hatalmas... Tehát nem egy kosárpálya. Hát nem, és igen. Pontosan itt vannak a gondjaink, amikor mi elmegyünk egy kerületi versenyre, hogy a mi gyerekeink ehhez vannak hozzászokva. Ez egy röplabdapálya negyed része, kosárlabdapálya negyed része, úgyhogy ők ott első 5 perc után meghalnak szegények, mert nem nincsenek ahhoz a nagy területhez szokva. De nagyon szeretik, és izgalommal mennek, hogy végre normális, nagy pályán játszhassanak. Azt sikerült-e valamikor megoldanatok, megjátszonatok, hogy a saját gyerekeiteket más tornatermi körülmények közé elvigyétek, hogy ezeket a dolgokat megtapasztalják versenyen kívül is. Hát 1000 évvel ezelőtt volt lehetőségem arra, hogy a Margit-szigeti atlétikai centrumba kijárhattunk, és akkor dupla testnevelés órákat én ott tartottam, és akkor atlétika, igazi atlétika órák voltak, futottak a gyerekek, ugorhattak igazi homokgödörbe, sőt még a magasugró dombot is megkaptuk. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fifikásnak, nagyon-nagyon kreatívnak kell lenni ahhoz, hogy ilyen körülmények között tényleg a testnevelést meg lehessen szerettetni. És akkor most, mint leköszönő munkaközösség vezetőt szeretném kérdezni, hogy tényleg annyira... Hihetetlen nagyok a különbségek az iskolák között, a lehetőségekben. Ebben hogyan sikerül munkaközösség, vagy hogyan sikerült belenyúlni, és akkor majd megnézzük, hogy a következő időszakban mikre lehet majd számítani. Azzal kezdeném, hogy még hallgattam a Jócsit, eszembe jutott, én az Erkel Ferenc általános iskolában kezdtem el tanítani, sok évvel ezelőtt, és akkor mi az atlétikai foglalkozásunkat kint a BVSC-nek a pályáján tartottuk, és úgy eszembe jut, hogy mit jelentette az, ugye akár dupla órában is, hogy összeszedni a gyerekeket, kimenni velük föld alattival, ott megtartani az órát, visszahozni, felöltöztetni, hogy a következő órára még el is készüljenek. Tehát hihetetlenül bonyolult összetett, és nagyon oda kell figyelni, nagyon koncentrálni kell, de ugyanez a ligetre is, meg más egyéb külső helyszínekre vonatkozik, de még egy belső helyszínre is, mert ugye a Bajza utcában van a kerületi tanúszoda. Tehát oda is azért el kell, és ott még bonyolultabb, ugye, hogy a vizes dolgokat átözni, stb. Én a kérdéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nagy szerencsém volt, mert olyan kerületi munkaközösség van, hogy öröm volt velük dolgozni, meg most is ugye nem beszélek múlt időben, most is együtt dolgozunk, és soha semmi problémám nem volt. Tehát egy hullámoszon gondolkodunk, mozgunk, és csináljuk a versenyeket, és amikor én kerületi munkaközösség vezetőjén felvetettem, hogy a gyerekeket ez a 20-22 verseny egy fél évben az talán egy picit sok, akkor mindig tiltakoztak, hogy nem, meg tudjuk csinálni, és meg is csinálták. De tényleg sok igen. Volt. Tényleg hát igen, mert arra föl kell készülni, ugye egy versenyre külön kellene készülni, és azt a hétköznapi tanítási órákon belül elég nehéz megoldani. Mit szól erre az új munkaközösség vezető? Sok vagy kevés? Mire elég ez?
Hát tulajdonképpen az év végén az utolsó munkaközösség értekezleten dőlt el, hogy megszavazott a testnevelés munkaközösség vezetőnek, de természetesen Vári Gyurival együtt csináljuk a feladatot, segít a munkában, és nem elköszönve, hanem segítve itt maradt a kerületben. Hát sportszervezőként tovább dolgozik, igen. És ott már az értekezleten én felvázoltam azt, hogy praktikusabb lenne, hogyha kevesebb verseny lenne, de ezáltal nem a sportágokat vettük ki a versenyrendszerből, hanem úgy próbáltuk meg ügyesen elosztani, hogy minden sportág szerepeljen, de egész évre elosztva szerepeljenek a sportágak, és ezáltal hát körülbelül a felére csökken, tehát egész évben lesz 20 verseny, de megpróbáljuk a kerület tanulóit motiválni arra, hogy minél többen jöjjenek el egy-egy versenyre, megpróbálunk egy-egy versenyt egy picit talán népszerűbbé tenni, illetve kitaláltunk egy pontversenyt, ami még jobban motiválhatja az iskolák testnevelőit, illetve a diákokat, talán inkább őket kell, a testnevelőtanárok tényleg kiválóan dolgoznak, és minden lelkesedésüket beleadják, mert a pontrendszer alapján fél évente díjazzuk majd az iskolákat, és itt lehetősége lesz majd az adott testnevelő tanároknak arra, hogy válasszanak, hogy a gyerekek felkészítési táboroztatásra fordítják ezt a támogatási összeget, amit elnyernek egy-egy ilyen fél éves összesítésben, sportszervásárlásra, vagy akár egy úszoda belépőre fordítják, majd arra lesz szüksége az iskoláknak, ezt már egyedileg ők dönthetik el. Hogyan alakul? Ez egyébként egy nagyon jó ötlet. Most azon járt közben az agyam, hogy ugye felső tagozatról beszélünk most és középiskoláról. Hogy milyen rendszer szerint zajlanak most a versenyek? Tehát évfolyamonként, vagy mit 5., 6., 7., 8. középiskola, vagy 8. középiskola első, második osztálya, tehát korosztályonként hogyan kerül elosztása, illetve sportágonként hogyan osztjátok el a versenyt, vagy osztják el a versenyeket egyáltalán, mi a kötelező országosan? Létezik-e olyan, hogy kötelező részt venni futballbajnokságon, kézilabdán, atlétikán? Milyen lehetőségek vannak? Vagy hogyha ott vannak például a Kölcseibe, ugye a kiváló versenyzőink, azoknak a versenyei, a pontjai beleszámítanak-e magába az egész éves ciklusba? Hadd mondjam azt, hogy nincs kötelező. Olyannyira nincs kötelező, hogy úgy tudom, hogy talán van is olyan kerület, ahol például nincs is. Egyetlen semmiféle sportversenyt nem tartanak? Lefújták, úgy tudom legalább, nem biztos. Nem tartom jónak, de előfordulhat. Igen, nem szerencsés, csak azt mondják, hogy olyanok a körülmények, hogy nem. De gyerekek szeretnek versenyezni. Hát pontosan erről van szó, és ezért is szelektáltunk úgy, hogy bár kevesebb a úgymond, hát idézőjelben kiemelt verseny, de továbbra is megvan a lehetőség, hogy azokat a programokat egymás közt megbeszélve végrehajtatják a testnevelők, az iskolák egymással, aki akkor éppen meg tudja oldani, közösen egymás iskolájába, létesítményeibe, főleg azok, akiknek komolyabb létesítményei vannak, a kevésbé jó lehetőségekkel rendelkezőket meghívják, és akkor ott lehet ezt a bizonyos, megtapasztalni ezt, hogy na akkor mit jelent ez igazi pályán játszani, és korcsoportokra osztva. Tehát ezt itt követjük az országos mintát, hogy az első alsó tagozatban ugye két ilyen korcsoport van, az első másodikosok az első korcsoport, harmadik, negyedik a második korcsoport, és így tovább felső tagozatban, illetve középiskolában. Tehát gyakorlatilag ilyen korcsoportos bontásban történnek. Bár úgy tudom, hogy a középiskolában most, mintha összevonták volna a két korcsoportot, és ez egy ilyen új dolog, de talán a tömegsportban több lehetőség van azoknak, akik nem ilyen sportolók, hogy bekapcsolódjanak ebbe a munkába. Melyek azok a sportágak, amelyek a legnépszerűbbek verseny szempontjából, és amiben a legnagyobb tömeget lehet belevonni, és ha már említettem a tömegszót, akkor a tömegsport, vagy pedig az egyéni sportágak azok, amik dominálnak? Itt
Még talán azt is mondhatom, hogy ez a pontverseny, ez nem csak a kimondottan a teljesítmény orientált, hanem szeretnénk azt is, hogy mindenféleképpen a terézvárosi gyerekek szabadidős sporttevékenységét erősítsük meg, és itt a pontversenyben elsősorban azt veszük figyelembe, hogy egy iskola mennyi diákot tud mozgósítani. És ez az alapja a pont rendszerünknek. Aztán természetesen a sportból nem érdemes kivenni azt, hogy versenyezzenek a gyerekek, hiszen ez is a szépségét adja. Azt is pontozzuk valamilyen szinten. Illetve természetesen a létszámokat is úgy próbáljuk meg beosztani, hogy egy-egy intézmény hány főt tud mozgósítani, és ezáltal arányosan az iskola létszámától tesszük függővé. Milyen sportágokban sikerült bekapcsolódni a versenybe, ahol mondjuk a vörösmartisok sikert tudnak aratni? Vagy sikerélményük van a gyerekeknek? Sikerélményük, igen, inkább a sikerélménynél az a legfontosabb maradjunk. Egyébként. Igen, igen. Hát a legegyszerűbb ugye a futás, ahhoz nagyon sok minden nem kell fussunk. Az iskolaudvar egyébként igen, teremt van sportolási iskola lehetőséget? Van kicsike udvarunk, az se nagy, az is egy kicsike, hogyha nagyon-nagyon bőven mérünk, akkor 50 méteres kört tudunk is futni az udvaron, de azért ott lehet. Akkor a zsinórlabdát imádják, főleg a kicsik, nagyon szeretik, és aztán a nagyobbaknál, inkább a fiúknál a foci dominál, amit hát nem nagyon tudunk mi itt bent csinálni, vagy ha csinálják, és akkor összesen 3-3 gyerek tud egyszerre pályán lenni, mert a terem méretéből adódóan többen nem lehetnek, és kosarazni. Tehát nekünk ez, ami így adódik, és a felsősök is nagyon szeretnek még mindig zsinórlabdázni, és ezt sokszor hiányolják is, mert mi azért annyira a kosárlabdában ugye nem vagyunk ügyesek, a zsinórlabda az még jobban elmegy, ott nem kell annyit mozogni, ugyan nagyobb a terület, de nem kell annyit mozogni, jobban szeretik, tehát a felsősök is nagyon szerették, amikor volt nekik is zsinórlabda bajnokság. Hát ez most ki fog maradni egy picit, de majd lehet, hogy jövőre kérjük, hogy újra rakjuk be. Egyébként melyek azok a vívő sportágak, a focin kívül természetesen, hogyha úgy általában vesszük az iskolákat? Hát igen, a sportjátékok azok nagyon közkedveltek az iskolai testnevelésbe. Itt tényleg a kosárlabdát, a röplabdát, ugye általános iskolában a zsinórlabda az, amit nagyon szeretnek, és a labdarúgás. Tehát a három alapet, a kézilabdát nem szoktuk belevenni. Illetve az, ami még természetes, az asztali, igen, nincs lehetőség ugye a kézilabda pálya méretét, ha már a mi pályánk se, a Kölcsey Ferenc Gimnázium pálya egyébként eddig alkalmas volt rá, de most a felújítások miatt a miénket is egy picit össze kellett szűkíteni, hogy elférjen az udvaron, úgyhogy nincs szinte olyan lehetőség a kerületben, ahol a kézilabda bajnokságot, vagy egy kerületi kézilabda bajnokságot el tudnánk. Ezt egy hozott anyagból dolgozunk. Igen. Mint a barról. És hát a nagyon népszerű mind a három sportjáték, amit mi szoktunk. A kosárlabda is nagyon népszerű. Sőt, már azt is a lebonyolítás kedvéért így maximáltuk az induló csapatoknak a számát, hogy egyszerűvé tegyük, és itt a tömeget, ahogy már beszéltük, hogy inkább a futóversenyek azok, amik adják. Tavasszal a kerületi mezei futóbajnokság, ott több száz terézvárosi tanuló vehet részt. A Petőfi csarnok a Városliget területén szoktuk megrendezni, illetve a történelmi, a régen a kegyeleti váltófutó verseny, amit kiemelt versenyünknek szántuk ebben az évben is, és ott mozgósítottuk a legtöbb diákot ebben az évben, a legalábbis abban a tanében. Illetve a jégnap, a jégnap az, ami nagyon-nagyon népszerű, és ott váltóversenyekkel, karneváli hangulattal ünnepeljük a De akkor bocsánat, mi kiegészíted, elkezdted az asztali teniszt, mert régebben tartottunk asztali tenisz bajnokságot is. Minden iskolában megvan egyébként a lehetőség az asztali teniszre? Ezt úgy gondolom, igen, nálunk nekünk is van asztalunk. Egy dolgot bocsánat, gyorsan hogy mondjak, hogy mindezekhez az anyagi hátteret az 5-ös 10 adja meg, a Terézvárosi Kulta és Közhasznú Nonprofit
ZRT, ők biztosítják számunkra, most például mezeket vásároltak, hogy abban fussanak a gyerekek. Tehát ezt az anyagi hátteret mindig is a önkormányzattól, illetve most a ötös tisztől kapjuk. És a díjazást is erre természetesen. A pontrendszer díjazást. Ezért még díjazás. Folytatnám. Bocsánat. Volt, beszéltünk ugye az asztali teniszről, szoktak úszóversenyek is lenni, a Bajzában rendeznek úszóbajnokságokat is, illetve a piciknek sor és váltó versenyt Mikulás alkalmából nagyon élvezik, nagyon szeretik, és hát eddig megrendeztük a Csivitet, a Csupa Izomvidámság tornát, ami egy torna, tehát a Dalai és Szertornának az előkészítése, bevezetése, és ezt is nagyon szerették a gyerekek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk, illetve a kedves nézőkkel. Terézváros testnevelés adta lehetőségeiről volt szó az elmúlt pár percben. A legköszönő az új munkaközösségvezetővel és a Vörösmarty iskola általános iskola testnevelő tanárával találkozhattak. Nagyon jó munkát, jó versenyeket kívánunk. Köszönöm. Mi pedig majd köszönöm szurkolunk. Köszönöm szépen, itt voltatok.